Erkel Ferenc Bán Bán című operájának ősbemutatóját 160 évvel ezelőtt, 1861. március 9-én tartották meg a Nemzeti Színházban. A legnagyobbnak ítélt magyar történelmi dalmű Katona József tragédiája alapján készült. Szövegkönyvét Egressy Béni írta. A bemutatón a szerző vezényelt. A címszerepet Ellinger József, Gertrudis Hofbauer Zsófia, Melindát a kor népszerű operacsillaga Hollósi Lonovics Kornélia, második Endrét Binnyó Lajos, míg Peturbánt Füredi Mihály énekelte. Az előadást Szigligeti Ede rendezte, a jelmezek Vízkeleti Béla mintaképei szerint készültek. Az újjáéledő magyar nemzeti szellem diadala volt a premier. A kritika a kivételes eseményt megillető tisztelettel és elragadtatott hangon számolt be az előadásról.